háromszor, vagy talán négyszer úsztam át a Balatont. Számomra 2009-ben vízválasztó volt a sportkarrieremben, ugyanis az volt a cél, hogyha ez a Balaton átúszás sikerül, akkor, és úgy érzem, hogy számomra fekszik ez a nyílt víz, akkor mehetünk tovább, és gyakorlatilag annyira élveztem, és annyira jól sikerült így belülről az úszás, és ez nem egy verseny, hogy utána már pár hétre rá 10 kilométeres világkupán indultam, úgyhogy ez határozta meg az én pályafutásomat is. Hisz azért Londonban egy nyílt vízű sportágban lettem olimpiai bajnok, nyilván a szívem csücskében van, és nagyon hálás vagyok ennek a sportágnak, de azt gondolom, hogy nyilván a civil életemben már azért nem ilyen formátumban használom a nyílt vizet. Lilő Magyarország megkért kampány nagykövetnek, most a sportszakmai tudásomat kell átadnom a közönségnek, bár az ember azt gondolja, hogy a Balatont át lehet úszni akár egy szörfnadrágban vagy kétrészes fürdőruhában, nyilván át lehet. De azért vannak olyan apró trükkök és tanácsok, amit érdemes azért megfogadni, hogy az ő kényelmük szempontjából is jó legyen.